Az 50-es évek közepén a müncheni gyermekklinikán szerzett tapasztalatai alapján dolgozta ki a reflexlokomóción alapuló gyógytechnikát, a Vojta terápiát Václav Vojta cseh professzor ideggyógyász. Ez a módszer közvetlenül lép közbe a mozgást és tartást irányító agyi folyamatokba. A terápia során hason, hanyatt és oldalfekvésből kiindulva a törzsön és a végtagokon ingereket keltenek, melyek ideális mozgásmintákat váltanak ki, így erősítik a gyermek gyengeségeit a reflexeik működtetésével. A képzés egyedülálló Magyarországon, és először Nyíregyházán nyílik lehetőség a Vojta módszer elsajátítására. A módszer alapjairól március 20-a és 29-e között tartanak továbbképzést a Jós András Oktató Kórházba. A részvételhez szigorú feltételeknek kell megfelelni. A Vojta terápiás képzésen való részvételnek nagyon-nagyon szigorú előfeltételei voltak. Azon kívül, hogy csak gyógytornász végzettségű személy jelentkezhetett, azon kívül a németek egy nagyon részletes munka, két éves gyakorlat kell hozzá, és az sem volt mindegy, hogy ezt a két évet hol és milyen intézményben töltötték el a gyógytornászok, hiszen olyan gyógytornászokat vártunk, akiknek megfelelő mennyiségű gyermek, gyógyászati gyermekekkel való gyakorlata van, mert itt már a Vojta képzés egy teljesen gyakorlatorientált képzés lesz, amelynek már egy bizonyos anatómiai élettani alapokkal rendelkezniük kell a hallgatóknak ahhoz, hogy ezt elsajátíthassák. A terápiát minden esetben megelőzi egy részletes státuszfelvétel a gyerekek részére. Ezt követően a megfelelő terápiás beavatkozások bevezetése történik, amelyet a szülő részére tanít meg a terapeuta. Hiszen a terápiát naponta legalább 4-szer kell alkalmazni a gyermeken. A módszer igen összetett gyakorlatokat tartalmaz. Die Therapie sieht so aus, dass man bestimmte Möglichkeiten hat der Aktivierung. A terápia úgy néz ki, hogy különböző pozíciókból, hason, oldalt és háton fekvésből jól meghatározható zónákat ingerelve egy egész mozgás komplexet váltunk ki, amely vele született. És nem csak a pozíciókat, hanem izületi szögeket is felhasználva, tehát jól meghatározott izületi szögeket is felhasználva kiválthatóak ezek a mozgásminták. A módszer kortól függetlenül alkalmazható, csecsemőknél, kisgyermekeknél és felnőtteknél egyaránt. Többek között mozgáshibák, agyizavarok és gerincfeldőlés megelőzéséhez, illetve gyógyításához.